egyes sajtóhíresztelésekkel ellentétben el kell mondanom egy valós tényt, hogy a Magyar Imre Kórház működése zavartalanul biztosított, a betegellátás hiányt nem szenved, a sürgősségi betegellátás tekintetében pedig minden beteg el van látva. Igaz, azt kérdezik tőlünk, hogy a sürgősségi betegellátó osztály ideiglenes szüneteltetése, mert azért tudni kell, hogy amennyiben a feltételek rendeződnek, úgy ez az ellátási forma a korábbi ellátási szintnek megfelelően visszatér. De ez nem jelenti azt, hogy a betegek ebből bármit is éreznek. Hisz a betegellátás, a sürgősségi betegellátás intézményünkben, úgy ahogy korábban, jelenleg is zavartalanul folyik. Ezt egy adminisztrációs jellegű lépésnek kell, hogy tekintsük, hisz azok az orvosok, akik korábban ellátták ezeket a betegeket, azok a kórház állományában vannak, és jelen pillanatban is éppen esetleg életet mentenek, vagy azoknak a betegeknek nyújtanak segítséget, akik éppen hozzánk fordultak ebben a pillanatban is. Tehát szeretném megnyugtatni a lakosságot, szeretném megnyugtatni minden érdeklődőt, hogy aki az Ajkai Kórházhoz fordul, az megkapja a megfelelő szakellátást, megkapja a megfelelő sürgősségi ellátást, és természetesen együttműködve a megyei intézménnyel, szorosan együttműködve az megyei intézmény különböző osztályaival, sürgős szükség esetén konzultálva továbbítjuk a betegeket a megyei kórház irányába. Ez jó a betegnek, jó az ellátórendszernek, és jó esélyt biztosít, hogy különböző, esetleg nem megfelelő kompetenciával rendelkező ellátóhelyek teljes körű ellátást biztosítsanak a hozzánk forduló betegek számára. Egy szónak is száz a vége, az Ajkai Kórházban a sürgősségi betegellátás működik, sürgősségi betegfogadó hely biztosítja azt, hogy a beteg, amikor beérkezik, ott fogadjuk, és a megfelelő szakmák szerint, a megfelelő igény szerint, tehát a betegség igénye szerint a megfelelő ellátóhelyre továbbítjuk, és a beteg megkapja azt a fajta orvosi gyógyító szakellátást, amire éppen a helyzetnek megfelelően szüksége van.